Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Március 10-e van Ildikó névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei, először csak röviden. Beiktatták hivatalába Súlyog Tamást, Magyarország új köztársasági elnökét. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek Vajdaság több településén is. Tovább tart a feszültség a Közel-Keleten. Az izraeli védelmi erők szárazföldről, tengerről és levegőből is lövik a Hamas által ellenőrzött területeket. Rengetegen voltak ma a topolyai vásárban, többen csak a finom ételek miatt látogattak ki. Ünnepélyes keretek között beiktatták Magyarország köztársasági elnökét. Súlyog Tamás a ceremónián kiemelte, az elődei által kitaposott jó úton kíván haladni, mindenkor a magyar emberek méltóságának védelmezője kíván lenni. A magyar köztársasági elnök beiktatási ceremóniáját a budapesti Szent György téren tartották, az államfő hivatalául szolgáló Sándor palota tűszomszédságában. Súlyog Tamás és felesége Nagy Zsuzsanna lovas felvezetéssel érkezett a térre, ahol a díszegység katonai tiszteletadással várta, majd Magyarország történelmi zászlóit díszmenetben vitték a térre. A magyar himnuszt Kacsó Hanga népdalénekes adta elő, amit az országgyűlés új köztársasági elnökről szóló határozatának ismertetése követett. Ezután Kubik Anna színművész, Gyurkovics Tibor Nemzet című művét szavalta el. Szeretni kell ezt az eset daliát, ezt a nemzetet. A beiktatási ceremónián a magyarországi történelmi egyházak képviselői áldásukat adták a köztársasági elnök munkájára. Kérünk Istenünk, hogy add áldásodat elnök úr szolgálatára ezért az országért és ezért az egész nemzetért, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A köztársasági elnök ünnepélyes beiktatásán fellépett a budapesti ügyvédi kamara prókátorok kórusa is. Ezután Súlyog Tamás megtartotta ünnepi beszédét. A hazát, a nemzetet szolgálni a legnagyobb megtiszteltetésnek tartom. Esküm szentesíti hazámhoz fűződő hűségemet és elkötelezettségemet, amellyel a jogállamiság garanciáját nyújtó alaptörvény érvényesülése iránt mindig is kiálltam. Elnökként mindenkor a magyar emberek méltóságának védelmezője kívánok lenni. Súlyog beszédében kiemelte, az elmúlt több mint 30 év lehetővé tette, hogy elődei kikövezzék az utat, amin járnia kell. A jó példákat követni fogja, és igyekszik hozzátenni a maga utcaköveit is. Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb és legfontosabb eredményének tartom, hogy ma Magyarország köztársasági elnöke nem csak lelki értelemben, amit magam is szívesen vállalok, hanem közjogi értelemben is felelős határon innen és túl honfitársaiért, aminek határozottan eleget is kívánok tenni. Különös aggodalommal követem a háború sújtotta ukrán államban élő kárpátaljai testvéreink életét. A magyarországi nemzetiségekre, mint hazánk történelmének és jelenének szerves és értéktöbletet adó részére megbecsüléssel tekintek. Az új köztársasági elnök szerint a magyarok számára kiemelten fontos a szomszédokkal és a regionális partnerekkel ápolt jó kapcsolat, valamint a szoros együttműködés a visegrádi országokkal. Hozzátette, együttműködésre törekszik a világ minden nemzetével.
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc során lezajlott Kaponyai csata tiszteletére szervezett megemlékezést a Bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központ és a helyi hagyományápoló és kegyeleti bizottság. A bajmoki paprenyacsai temetőben a résztvevők megkoszorúzták Töröki Pál kántortanító és honvéd sírját, majd a Kaponyai csata helyszínén található emlékművet. Ezt követően a Dózsa György Magyar Művelődési Központ klub termében Halász Tibor történész tartott előadást. Emlékműsort adtak, majd koszorúztak Bajmokon a paprenyacsai temetőben, Töröki Pál sírjánál a megemlékezők. Töröki Pál 8 másik társával vett részt az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharcban. A Kaponyai csata után le is telepedett Bajmokon, ahol kántor tanítóként tevékenykedett. A most 79 éves Kis Rózsi, Töröki Pál egyik ükunokája, öccsével együtt a megemlékezés után elsőként helyezte el a kegyelet virágait. Egy nagyon jó ember volt. Ennyi. A család mennyire ápolja ezt a hagyományt? A család mennyire? Hát tudja, mit évközben egyszer-kétszer, ha egyébként is kijövünk a temetőbe, akkor ma még látogassuk, meg hát úgy emlegessük valamikor, és akkor ennyi. A megemlékezés a Kaponyai ütközet helyszínén folytatódott. 175 évvel ezelőtt március 5-én zajlott le a Kaponyai csata, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legjelentősebb szabadkai eseménye. A Gál László alezredes vezette honvéd csapatok Szabadka és Bajmok között a Kaponyai csárdánál győzelmet arattak a Szabadka elfoglalására készülő, túlerőben lévő szerb felkelők felett. A csatatéren dőlt el Szabadka-Szeged és az egész akkori felső alvidék további sorsa. Gál László alezredes 3500 katonájával harcolt, a túlerővel, a Szeged felé vonuló szerb csapatokkal, mondta el Halász Tibor történész. Úgy tűnt, hogy Szabadka is el fog esni. Tehát a korábbi városok, ugye, mint Verbász, vagy Zenta, vagy Zombor, azok mind elestek, vagy Topé mind elestek, és a szerb haderő pont ebben az irányba, Bajmok irányába, vont a Szabadka irányába, hogy elfoglalja, és majd egyesen a többi haderő volt Szegednél. Nagyon veszélyes helyzet volt. És akkor úgy döntök, a szabadkaiak, jött egy honvéd zászló is Szegedről, Gál László volt a főparancsnok, hogy inkább kivonulnak Kaponyához, és ott megmérkőznek a szerb haderővel. A Kaponyai csatában harcoló forradalmárok az ősi magyar taktikát alkalmazva győzedelmeskedtek, megfutamodást színleltek, és ennek köszönhetően a túlerővel szemben is győzelmet tudtak aratni. Ezzel elindult Bácska felszabadítása, és a titeli fennségot leszámítva a magyar honvédségnek egész Bácskát sikerült visszaszereznie, ezért is volt jelentős az itteni ütközet. Mindenében megemlékezünk, ugye így most is, tehát immár 25 éve. 175 éve pontosan a Kaponyai csata dátumának, amikor is az elődeink győztes csatát vívtak, és ezzel kivívták az ítélő magyarság szabadságát. A Kaponyai csata emlékművénél mások mellett Magyarország szabadkai főkonzulátusa, Szabadka város, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, a VMDK, a VMS Bajmoki helyi szervezete, a Dózsa György Magyar Művelődési Központ és a Bajmoki Hagyományápoló és Kegyeleti Bizottság képviselői is elhelyezték az emlékezés virágait. Zentán is megemlékeztek az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharcról. Mi magyarok csakis magunkra számíthatunk sorsunk kialakításában, és a magyar nemzet boldogulása csakis a közös akaraton múlik. Pont úgy, mint 1848-49-ben hangzott el az eseményen. A Haza örök címmel tartottak szombaton megemlékezést az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 176. évfordulójáról a Zentán a Művészetek Házában. Az eseményen beszédet mondott Koncz Hunor János, Székely Keresztúr, Zenta város testvértelepülésének polgármestere is. Kiemelte, az 1848-49-es szabadságharc nem csak a magyar, hanem minden nemzet számára örök példa lehet. Székely Keresztúr és Zenta, mint testvértelepülések, ezen értékek fényében ünnepelnek ma együtt közösen. A két közösség közötti kapcsolat példázza,
az egymás iránti tisztelet és a közös célok iránti elkötelezettségünket. Ezen a napon emlékezzünk meg azokra a hősökre, akik feláldozták az életüket azért, hogy mi ma szabadon ünnepelhessünk. A nemzetet alkotó emberek tudják csak igazán, hogy honnan jöttek, hová tartoznak és hogy hova tartanak. A közös akarat egyé formál bennünket, összetartozást, barátságot és közös gondolkodást eredményez, emelte ki Ceglidi Rudolf, zentai polgármester. Mint meg annyi sorscsapást, ezt is túlélte nemzetünk. Kevesen maradtak, de szívósan és határozottan kiálltak érdekeikért. Mert itt volt, van és lesz az otthonuk. Mint ahogyan Tamási Áron mondja, az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született. A beszédeket követően művelődési műsorral tisztelegtek az elesett hősök emléke előtt. Szabó Szonya népdalénekes, a Székelykeresztúri Forgó Rózsa Néptánc Együttes és a zentai Torzó Lajos Művelődési Oktatási Központ Ispilánk tánccsoportja lépett színpadra. A rendezvénysorozat főszervezője és támogatója Zenta Község önkormányzata és a Torzó Lajos Művelődési Oktatási Központ volt. Mária Terézia leghűségesebb huszárjára, Hadik Andrásra emlékeztek Futakon és Újvidéken. A hadvezér halálának évfordulóján szentmisével, koszorúzással és alkalmi műsorral tisztelegtek az egybegyűltek. Hadik András az egyik legkiemelkedőbb magyar hadvezér volt a 18. században. Hírnevét főként a Habsburg Birodalom hadseregében elért sikerei alapozták meg. 1771-ben grófi rangja után Mária Terézia császárnőtől ajándékba kapta a futaki kamarai uradalmat, mely többek között Futakot, Petrőcöt és Pirost is magába foglalta. Futakon ő építette fel az első római katolikus templomot, amelynek helyén áll ma a Jézus szíve római katolikus templom. A szentmisét követően a síremlék előtt elhelyezték a kegyelet virágait. Ezt követően az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban egy ismeretterjesztő prezentációt követhetett végig a közönség Hadik András leszármazottjairól. Nagyon magasra ívelő katonai karriert magáénak tudó leszármazottairól lesz szó, tehát ifjabb Hadik Andrásról, Hadik Károlyról, az ő bátyjáról és az unokájáról, Hadik Gusztávról. Előbbi kettő a császári királyi hadseregben, tehát ahol Hadik is értek el magas rangot, Hadik Gusztáv pedig a honvédseregben lett ezredes, illetve majdnem tábornok. Hadik András életének fontos időszakát Bács-Bodrog vármegyében töltötte, ahol főispánként tevékenykedett. Emellett kiemelkedő szerepet vállalt a szlovák, a szerb, a ruszin és a magyar lakosság fő földesuraként és patronálójaként is. A múlt értékeire oda kell figyelnünk, Hadik Andrásnak a személyiségét meg jobban meg kell ismernünk, nem csak a politikai életben, hanem a közigazgatásban, a katonai területen és a kulturális, valamint a vallási területen is komoly eredményeket és munkát fejtett ki. Úgyhogy a legjobb reményeink szerint a következő években az Újvidéki Magyar Művelődési Központ és az Újvidéki Futaki Magyarság, a Délbácskai Magyarság magának fogja érezni, és ezt a hagyományt élővé fogja tenni és ápolni. A megemlékezés a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg. Igazából ő az egyik legnagyobb magyar katona volt, és Futak és környéke szempontjából, az idetelepítések, a betelepítések szempontjából is nagy jelentőséggel bírt az ő személye, hiszen miután Berlint bevette, akkor Futakot és környékét kapta meg a császárnőtől ajándékba, és dolgozott azon, hogy ezt a vidéket a török hódoltság után benépesítse és felvirágoztassa. A képvetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadás mellett alkalmi műsort is láthattak az egybegyűltek. Alekszandar Vučić szerb államfő ma este a hatalmi koalíció pártjainak vezetőivel találkozott. Az előzetes bejelentések szerint az önkormányzati választások lebonyolításáról, a köztársasági parlament működéséről és a jövőbeni végrehajtó hatalomról egyeztettek. A találkozó ezekben a percekben ért véget. A szerb elnök a közmédia műsorában ismerteti a részleteket. A megbeszélésen, amelynek részleteiről a későbbiekben számolunk be, jelen voltak a
Szerbiai Szocialista Párt Egységes Szerbia koalíció vezetői Ivica Dačić és Dragan Marković Palma, továbbá Rasim Ljajić, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt elnöke, Milan Krkobabić a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártjából, valamint az Egységes Szerbia elnöke Milan Stamatović és Alekszandar Vulin, a Szocialisták Mozgalmának alapítója. Tovább tart a feszültség a Közel-Keleten, az izraeli védelmi erők szárazföldről, tengerről és levegőből is lövik a Hamas által ellenőrzött területeket. Legutóbb egy a gázai övezet középső részén található menekült tábort vettek tűz alá, illetve az egyiptomi határtól mindössze 500 méterre található Rafah város legmagasabb toronyházát érte több találat. Az izraeli védelmi erők a Nusseriat menekült tábor ellen hajtottak végre támadást, ahol palesztin források szerint mintegy 85 ezeren tartózkodnak. Jelentések szerint 13-an meghaltak és soka sérült. A gázai övezet déli részén található Rafahban egy 12 emeletes toronyház kapott találatot. A légicsapást megelőzően a lakókat felszólították, hogy hagyják el az épületet. Az izraeli titkos szolgálata Mossad szerint a palesztinok nem érdekel egy tűzszünet megkötésében, ami átmenetileg gátat szabna a további ellenségeskedéseknek. A Hamas magasrangú vezetői kommentálva a kijelentést azt mondták, hogy helytelen a megállapítás, a palesztinok a legérdekeltebbek a háború megállításában. Az izraeliek a libanoni Hezbollah ellen is támadást hajtottak végre, 3 halálos áldozatról számoltak be a híradások. A légierő a síta szervezet tankelhárító állásait és infrastruktúráját is bombázta. Izrael a támadást válaszcsapásként magyarázta az országuk északi részét ért rakétatámadásokra. A Vörös-tengeren is folyamatosak a tűzpárbajok, a jemeni huszi lázadók drónokkal és rakétákkal támadják nem csak az ott járőröző amerikai hajókat, hanem a tengeri útvonalon áthaladó kereskedelmi hajókat is. Az amerikai rombolókkal jelentések szerint legkevesebb 28 drónt lőttek le. Eközben elhagyta az Amerikai Egyesült Államokat az a különleges szállítóhajó, amely Gázába érkezése után egy nagyméretű ideiglenes kikötő kiépítését végzi el. Az övezet még nem rendelkezik humanitárius segélyeket szállító hajók fogadására alkalmas kikötővel. A munkálatok befejezéséig a segélyszállítmányok ellenőrzését és átrakodását kisebb hajókra ciprusi kikötőkben végzik. Intenzív dróntámadást hajtottak végre az ukrán erők az oroszországi Taganron ellen. A frontvonaltól mintegy 90 kilométerre található városban található a Berjev gyár különleges feladatokat ellátó repülőgépeinek üzeme. Ebben a gyárban végzik az orosz szakemberek a szovjet időkből örökölt A-50-es légtér ellenőrző repülőgépek javítását és modernizációját. Moszkva a háború kezdetekor 9 korszerű, 300 millió dollár értékű kém repülővel rendelkezett. Ezekből 2 az ukránok az elmúlt hónapokban lelőttek, még 1/3 korábban rongáltak meg. Az üzemben a sérült gép javítási munkálatai zajlottak, illetve több elavult A-50-es átépítése is folyamatban volt. Orosz források szerint a 47 robbanó anyaggal megrakott drónból 41-et sikeresen megsemmisítettek, egy személy pedig megsérült a kárelhárítás során. Nézzük a híradó további témáit. Ingyenes kivizsgálást tartottak a Szabadkai Egészségház harcosok sorakozója lakótelepi rendelőjében. Csenő lett a világ legszebbje, Krisztina Piszkova fejére került a Miss World verseny koronája. Kerékpárt foglalt le a Szabadkai Közlekedési Rendőrség. Kizárták a forgalomból azt a 34 éves biciklist, aki 1,38 század ezrelékes alkohollal a szervezetében amfetamin hatás alatt kerékpárt vezetett. A közlekedési rendőrök megállapították, hogy ezt a szabadkai férfit az elmúlt 2 évben 2-szer is elítélte a kihágási bíróság súlyos szabálysértés miatt, és a közlekedés biztonsági törvény új intézkedéssel rendelkezései
értelmében a kerékpárját lefoglalták. A sofőrt őrizetbe vették, és a Szabadkai Szabálysértési Bíróság elé állítják. Több mint 10 000-en megfordultak ma a topolyai vásárban. Nagy és színes volt a kínálat. Vajdaság egyik legnagyobb kirakodó vásárát minden hónap második vasárnapján tartják. A topolyai vásárban már évek óta nincs hagyományos jószágkínálat, mivel nincs rá érdeklődés. Viszont a kisállatok, házi kedvencek egyre népszerűbbek. Kutyakölyköket, galambokat, kacsákat, dísztyúkokat is árultak. A tavasszal aktuális napos csibét 85 dinárért kínálták. A gyerekek számára ez a részleg a legérdekesebb, hiszen az állatokat simogatni is lehet. Én mostanában szoktam így kijönni vásárba, a szerszámokat és a lángosért jövök. Szerszámokért és a lángosért. Itt a kisállatok között sétáltok most, ez mennyire érdekel téged? Hát szeretem az állatokat. Változó a kereslet, de legtöbbször megéri eljönni a topolyai vásárba, mondja a szabadkai Kávai Emese, aki kutyákat és nyulakat árul. Van, amit sikerült eladnunk nyuszikákból, úgyhogy sikerült. Mennyibe kerülnek a nyulak? Hát különböző árban mennek, vannak törpenyuszik, dísznyuszik, meg vannak ilyen óriás kiállításra tartottunk. Ők ugye nagyobb árban mennek, 80 euró darabja, a kisnyusziknak meg ugye ez 10 euróért adjuk őket. A topolyai vásárban nincs, ami nincs. Bútort, ruhaneműt, mezőgazdasági gépeket, járműveket, alkatrészeket is lehet venni. Nagy volt a kínálat gyümölcsfákból is, melyeknek ültetése most aktuális. Minden drága, de itt talán megbírjuk venni olcsóbban egy kicsit. Ha olcsóbb, nem biztos. Milyen fákat vett, ezek mennyibe kerültek? Hát 250-400 dinárig vettem. Van itt egy cseresznye, szilva, barack, körte. Társasági esemény a vásár. Vajdaság szinte minden pontjáról érkeznek ide árusok és vásárlók, nézelődők. Ismerősökkel, barátokkal találkozunk, beszélgetünk egy kicsit, teszünk. A tapasztalt vásárba járók szerint érdemes a topolyaira ellátogatni. Ez egy ilyen nagyon kiemelkedő a vajdasági szinte. Kis piacon is nagyon szép vásár van, nagyon jó vásár van, szoktunk menni, de ez erős. Nagy a főhozatal, nagy a tömeg. Van vásárlóerő, hogyha van lóvé. Több standnál az ebédet is meg lehet vásárolni, akár a helyszínen el is fogyasztható. Miután megvettük a vásárfiát, a hagyományos ínyenc ebédet is beszerezhetjük. A standok roskadoznak a finomabbnál finomabb falatoktól. Pieszkavicát 400, sült kolbászt 500 dinárért vásárolhatunk, a nyárson forgatott malac kilogramja 2500 dinárba, a bárányi pedig 3000 dinárba kerül. Ingyenes kivizsgálást tartottak a Szabadkai Egészségház harcosok sorakozója lakótelepi rendelőjében. Az akció elsődleges célja a betegségek megelőzése és az emberek tájékoztatása volt. Ennek kapcsán vizsgálták az emberek vérnyomását, vércukorszintet és koleszterin szintet is mértek, valamint kardiológiai vizsgálatot is végeztek. Ilyen kivizsgálást a mai nap folyamán 170 helyen tartottak egész Szerbiában. Megelőző vizsgálatokat csinálunk ma itt az egészségházban. Vérvizsgát csinálunk nekik először, utána pedig jönnek hozzám egy beszélgetésre, avval kapcsolatban, hogy milyen panaszaik vannak, milyen orvosságokat szednek, és a pillanatnyi állapotukat vizsgálom meg, megmérjük a vérnyomást, meghallgassuk a szívet, a tüdőt, és külön odafigyelünk az EKG-ra. És megjegyezném, hogy meglepődtem, hogy mennyien jöttek meg ezekre a megelező vizsgálatokra, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és ezt a mi országunk is felismerte, hogy erre igenis nagyon szükség van, úgyhogy ezen túl is rendszeresen fogunk tartani ilyen megelőző vizsgálatokat. És azt is még hozzátenném, hogy én személyesen meglepődtem azon kívül, hogy sokan jelentkeztek ezekre a vizsgálatokra, az általános állapotok is sokkal jobb, mint ahogy én gondoltam volna. Egészen elmesélték, hogy milyen orvosságokat szednek, és
nagyon jól reagálnak a terápiákra, amik vannak nekik, és betartsák, amit az általános orvos ajánl nekik, vagy a specialista, úgyhogy az általános képem az, hogy jól vannak kezelve a szabadkai lakosok. Csenő lett a világ legszebbje, Krisztina Piszkova fejére került a Miss World verseny koronája. Az indiai Mumbai-ban megtartott döntőben 111 ország indulója versenyzett a világ szépe címért. A top 4-be a cseh mellett libanoni, Trinidad és tobagói, valamint botszvánai hölgy került. A győztes Piszkova 23 éves klasszikus közép-kelet-európai szépség hosszú szőkehajjal. Egy lengyel hölgyet váltott a trónon, akit még 2022-ben választottak a legszebbnek, tavaly ugyanis elmaradt a verseny. Idén Szerbiát Anya Radić, Magyarországot pedig Hacsi Boglárka képviselte. A Miss World versenyt 1951-ben indították Nagy-Britanniában, akkor még bikinis szemleként. Alekszandar Vučić, szerb államfő a hatalmi koalíció pártjainak vezetőivel találkozott ma este, ennek kapcsán nyilatkozott. A sikeres december 17-i választásokat követően megkezdődött a kormány alakítás, jelentette be ma este a szerb közmédia műsorában a szerb államfő. Alekszandar Vučić azt mondta, Szerbia jelenleg nehéz geopolitikai helyzetben van, mint katonailag semleges ország. Vučić azt mondta, hogy egy héttel elhalasztják a köztársasági parlament alakuló ülésének folytatását, hogy előkészítsék az alelnök, az elnök és az összes parlamenti bizottság megválasztását. A belgrádi új önkormányzati választásokat legkésőbb április 3-án kell kiírnia az új parlamenti elnöknek, tehát a választásokat április 28-a és június 2-a között tarthatják meg, akár csak a további 87 önkormányzatban. A szerb államfő június 2-át javasolta a voksolás időpontjaként. A választást Ana Brnabić, a köztársasági képviselőház leendő elnöke írja majd ki április 3-án, mondta Vučić. Az államfő hozzátette, rendbe kell tenni a választói névjegyzéket, hogy senki se vádolhassa meg Szerbiát választási csalásokkal. Sikeresen kezdte szereplését Novák Djokovic az Indian Wells-i tenisztornán. A világ legjobb teniszezője a második fordulóban 6-2, 5-7, 6-3 arányban múlta felül az ausztrál Alexander Vukicot. Djokovic következő ellenfele az olasz Luca Nardi lesz. A szerb teniszező egyébként 5 év után tért vissza erre a tornára, amelyen eddig 5 címet nyert. És eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt híreink. Beiktatták hivatalába Súlyog Tamást, Magyarország új köztársasági elnökét. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek Vajdaság több településén is. Tovább tart a feszültség a Közel-Keleten. Az izraeli védelmi erők szárazföldről, tengerről és levegőből is lövik a Hamas által ellenőrzött területeket. Rengetegen voltak ma a topolyai vásárban, többen csak a finom ételek miatt látogattak ki. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!